vállalkozói csúcstalálkozó, gazdafórum, az év vállalkozói díj átadása, ex libri díjak átadása, mezőgazdasági gépek felvonulása, kulturális kerekasztal. Többek között ezek a nagyszabású programok fogadták azokat az érdeklődőket, akik kilátogattak a 6. Turulexpóra, amelyet a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége a hagyományoknak megfelelően Tiszapéterfalván rendezett. Ez az egyik legszebb traktor itt a traktorok között itt felsorakozva. Egánedés pályázatból van ez is. Miért pont Belarus traktorra pályáztál? Miért emellett döntöttél? Hát természetesen azért Belarusra, mert már a családban már egy ugyanilyet már vásároltunk, és szükségünk volt még egyre, mert vannak régebbi MTZ-ink is, de ez hát csak egy új, az új, meg erősebb is. És azért döntöttünk emellett, mert olcsóbb az alkatrészellátás hozzá, persze a nyugati traktorok azok kényelmesebbek, minden, az a klíma, stb. De ez nekünk ez jó. A pályázat az meg egy őrült nagy segítség az itteni gazdálkodók számára. Fel van itt sorakozva legalább, nem tudom, 10-15 traktor. Ennyire fellendítette az ilyen mezőgazdasági gépparkot például Péterfalván és az Egánede? Persze, természetesen. Hát eddig régi öreg traktorok, persze megvannak még azok is, de minden gazdaságban, de azért már van egy ütősebb, egy újabb traktor, azért ebben már csak többet lehet, több földet megművelni. Mert az itteni emberek ragaszkodnak a földhöz. Van azért a kolhoz területre, régen a sok megmaradt földek, eddig parlagon hevertek, már most már kimegyünk a mezőre, szinte el voltak ezelőtt 2-3 évvel utalva a földek, már most már csak ott tudunk közlekedni, ahol az utak ki voltak mérve. Ez egy őrült nagy segítség a kárpátai gazdák számára. Minden faluba fel van újulva a traktorpark. Ti egyébként személy szerint milyen földmennyiségen gazdálkodtok, illetve mit termeltek? Mi 150 hektáron gazdálkodunk apósommal. Ezelőtt olyan 12 éve kezdtük, és úgy lassan mindig folyamatosan évről évre több. A kultúrnövényünk közé tartozik buza, tritikálei, kukorica, akkor van most az idején 2,5 hektáron burgonyánk, akkor csirkét előnevelünk, eltetünk, tojóállományunk is van egy kevés, mindenből egy kicsi. De meg lehet élni belőle? Én igen, azt mondom, hogy meg lehet itthon élni belőle. Fontos szerepet játszik a Tiszapéterfalvi Turulexpo, ugyanis itt lehetőségünk van arra, hogy megismerjük egymást, tisztességes üzleteket kössük, és ezzel megalapozzuk nemzetünk fennmaradását és jólétét az elkövetkezendő évtizedekben és évszázadokban is. Nekünk fontos, hogy a magyar emberek a szülőföldjükön boldoguljanak, éljenek is bárhol Kárpát-medencében. Magyarország kormánya minden segítséget megad ehhez. Úgy fogalmazott ünnepi
köszöntőjében, hogy együtt legyünk sikeresek. Anyországi magyarok, kárpátai magyarok, kárpát-medencei magyarok, hogyan lehetünk együtt sikeresek? Ebben az időszakban Magyarország kormánya nagyon-nagyon sokat tett annak érdekében, hogy kis és közepes vállalkozók Magyarországon is megerősödjenek, azokat a eredményeket, amit most már fel tudnak mutatni, mielőbb magukénak tudják, és ez az kellett, hogy megfelelő támogatással, elkölcsi és anyagi támogatással sikerüljön azokat a vállalkozó szellemű embereket megtalálni, akik újat akarnak, mást akarnak, mint a hagyományos, vagy éppen a saját vállalkozásukat akarják megerősíteni, és ehhez kérnek támogatást. Az elmúlt időszakban komoly támogatást kaptak a hazai kis és közepes vállalkozások, de tudjuk azt, hogy együtt lehetünk csak kárpát-medencei magyarok erősek, így tudunk egy nagyon komoly gazdaságot kialakítani, úgyhogy azt az erőt, azt a tudást, azt az akaratot, ami megvan a kárpát-medencei magyarság vállalkozóiban, azt támogatni kell. Így tulajdonképpen határon innen és határon túl azok a vállalkozók együtt tudnak működni, ami egészen több száz éven keresztül a 20. század elején egy egységes gazdaság volt, és ezt a gazdasági egységet kell szerintem és szerintünk megerősíteni, segítve ezzel a határon túlélő Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben, Párciumban, vagy éppen a Vajdaságban élő vállalkozókedvű magyarokat, mert abban az esetben, hogyha ezek a vállalkozók eredményesek, sikeresek, akkor egyben egzisztenciát tudunk teremteni, munkáját tudunk teremteni, és ebben az esetben tudjuk biztosítani azt, hogy a magyarság, úgy ahogy szándékaink szerint, nagyon sokak szándéka szerint van, maradjon meg szülőföldjén, maradjon ott, ott élje le az életét, nevelje a jövőt, erősítse a jelent. Számos sátor van itt körben a futballpályán, kárpátai magyar vállalkozó különböző területekről. Mit tapasztal ön személy szerint itt a helyszínen? Mennyire sokrétű itt a termékkiállítás? A kárpátai magyar vállalkozók mennyire sokszínűek? A kormány a kis és közepes vállalkozóknak próbált segíteni első időben Magyarországon őket erősítve, hisz Magyarországon a foglalkoztatottaknak közel 70%-át kis és közepes vállalkozások adják. De ezen belül nagyon, nagyon fontos az a vállalkozói réteg, akik a helyi termékeket gyártják, helyben gyártanak kis ipari eszközökkel olyan termékeket, amit aztán a piacon akár unikális termékként is tudnak eladni, például méz, vagy a mézzel kapcsolatos termékek, vagy éppen a tejből készült termékek, és most nem véletlenül hoztam a tejből készült terméket, mert régebben a tejet magát adták el, vagy pedig a tej feldolgozása után az élelmiszeripari terméket, vajat, sajtot, túrót, de most már egyre nagyobb divat lett, hála jó Istennek, például a szappankészítés, és olyan unikális, jó minőségű terméket állítanak elő a házi kis műhelyekben, amit nagyon-nagyon sokan már keresnek, és direkt ezeket a terméket veszik meg. És azért hoztam ezt elő, mert hogyha itt végignézünk a standokon, mintha otthon járnánk. Ugyanazokat a termékeket állítják elő, kicsit más körítéssel, valószínűleg más ízzel, még nem kóstoltam, de fogok kóstolni is valamit, és azok a vállalkozók, akik itt úgy gondolkoznak, mint a hazai vállalkozók, és ezt a segítséget veszik igénybe, amit tudunk nyújtani Magyarország kormánya révén, olyan termékek előállítására használják, amelyik magyar termék, hagyományos itteni termék, itteni sajátosságokkal állítják elő, és külcsínyben egy kicsit más, és mégis ugyanaz, mint amit otthon mi megszoktunk, és ez a cél, hogy ezeknek a termékeknek az előállításával, az értékesítésével, a piacon való megjelenítésével sikerüljön ezt a bizonyos már említett egzisztenciát megteremteni, egy családnak megélhetést adni, vagy hogyha fejlettebb, erősebb, jobban meg tud erősödni ez a kis családi vállalkozás, akár munkahelyeket is tudjanak ezzel teremteni. És én azt hiszem, hogy az elmúlt 4-5 évben, amióta a gondolatból aztán valóság lett, hogy komoly támogatást tud adni a magyar kormány az itteni kis és közepes vállalkozóknak, ez a terv, ez a cél megvalósult, ez bizonyítja a kiállítás is, hogy olyan vállalkozók vannak, akik képesek jó minőségű árut előállítani, piacképes árut előállítani. Látom hűvös szívet, és megkezdődik az ünnepi műsor.
engedjenek meg nekem egy személyes, rövid visszatekintést, amikor a Magyar Országgyűlés a magyar alaptörvényt, új alaptörvényünket elfogadta. Azzal egyértelművé kívánta tenni, hogy azzal ellentétben, hogy Magyarország felelősséget érez, Magyarország felelősséget vállal. Aláhúzom, felelősséget vállal minden magyarért. Nagyon-nagyon sok sátor van, ahol turisztikai szakemberek, húskészítmények, borászat, szépségkozmetikai cikkek, rengetegféle portéka. Hogyan látja a helyi lehetőségeket a kárpátai magyar gazdaság életben? Ez a 6. expo, érzékelem a fejlődés, egy kivételével mindegyiken itt voltam. Van erő a kárpátaljai gazdaságban, van a kárpátaljai emberekben hit, képesség, tudás, és van egyfajta erős kormányzati szándék arra, hogy támogatás legyen az EGANEDE program, ezt célozza, lehetőségek adottak, pályázni lehetett és lehet, nekünk pedig az a feladatunk, az a dolgunk, hogy ezeknek a kiteljesedését segítsük, adjuk hozzá információt, tudást, kapcsolatrendszert, hisz az, ami az uniós tagságunk óta, meg azt megelőzően is felhalmozódott az anyországban, azt mi adjuk át, hogy segítsük azáltal, hogy a legkorszerűbb módszert, a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazzák. Meggyőződésem, hogy a határon túli magyarság képes összefogni, képes segíteni a legnehezebb helyzetben lévő régiót, Kárpátalját. Nekem az a meggyőződésem, hogy ezek az emberek akarnak, ez látszik, ezt mutatja a kiállítás, ezt mutatja az, hogy ilyen csodálatos rendezvényt képesek megszervezni. Én hiszem, hogy itt vagyunk, van erőnk, van tudásunk, van képességünk, és dolgozzunk. Nekem az a meggyőződésem, hogy az a befektetés, az a támogatás, ami idejön Kárpátaljára, az segít abban, hogy az itt élő emberek itt maradjanak, hogy értékeiket ne veszítsék el, vigyázzanak a földjeikre, vigyázzanak a gazdaságaikra, mert most kell építkezni, most kell igazán építkezni ahhoz, hogy egy stabil jövő legyen a gyerekeink, unokáink számára is. Hogyan látja Barta József a KMKSZ alelnöke, a Kárpátai Megyei Tanács első elnök helyettese? Milyen gazdasági szférában van potenciál a kárpátai magyar lakta területeken, akár hogyha turizmusra gondolunk, vagy földművelésre, zöldségtermesztésre, miben lehet erős a kárpátai magyarság gazdaságilag? Ukrajna számos problémája és válsága közül az egyik legnagyobb a gazdasági válság, amely 2008 óta húzódik és 2014 óta igen nagy mélypontra jutott. És ebből a gazdasági válságból kiút csak az lehet, hogy az oligarchikus rendszert leküzdik, és a monopóliumok helyett a kis- és középvállalkozások megerősödnek. Ez az országban még nem nagyon működik, itt Kárpátalján viszont az EGANEDE gazdaságfejlesztési projektnek és a magyarországi támogatásoknak köszönhetően, illetve azon rendszereknek, amelyeket mi kiépítettünk azért, hogy ezek a támogatások ide célba érkezzenek, és hatékonyan felének használva beindult, és elmondhatjuk azt, hogy jelentősen megnőtt a kis- és középvállalkozások és vállalkozók száma. És a örömteli, hogy ez egy trend, ami azt jelenti, hogy egyre több, akik szívesen vállalkoznak, egyre több a gazda és a vállalkozó, akik próbálkoznak pályázatokkal, és így vagy a saját meglévő gazdaságukat fejleszteni tovább, vagy pedig új vállalkozásba kezdeni. Ez egyrészt a boldogulást, a megélhetést is elősegíti, ami lelassítja az elvándorlást, de mi ettől többet remélünk, és ez már, ennek már vannak jelei is, hogy
nagyon sokan visszatérnek azok közül, akik elmentek, mert látják, hogy végül is itt is van megélhetési lehetőség és boldogulási lehetőség, és egy pozitív jövőkép is kezd kirajzolódni azok számára, akik mernek valami belefogni és vállalkoznak. A Turul Expo azt bizonyítja, hogy így évről évre nézve láthatunk egy nagyon komoly fejlődést, a változás szemmel látható, hogy egyre többen vesznek részt a kiállításon, egyre többen mutatják be termékeiket, és egyre szélesebb a kör, amin belül a tevékenységek folynak. Látszik a kreativitás, látszik, hogy komoly a hozzáállás. Lehetőség arra, hogy itt bemutassa a saját termékét a vállalkozó, a gazda, illetve találkoznak egymással, és együttműködések is szövődhetnek, ami gyümölcsöző lehet úgy az egyén számára, mint a közösség számára, hiszen a vállalkozások bejegyzése egyúttal a költségvetésben is plusz bevételt jelent. Azok a támogatások, amelyek ideérkeznek, azokból komoly adók csapódnak le az országos költségvetésbe, ezért számomra furcsa, hogy ahelyett, hogy ezt pozitívan szemlélnék és támogatnák, a államhatalom inkább ez ellen küzdelmet vesz fel, és ugye eljárás van indítva az Egálnedi Alapítvány ellen is, még nagyon komoly váddal, szeparatizmus vágyával. Azonban nem szabad megérni, nem szabad feladni, azt tovább kell folytatni, ez egy jó folyamat. Ezzel nem csak Kárpátalja fejlődik, hanem Ukrajna is, hiszen Kárpátalja Ukrajna része, és a kárpátai magyarság számára mindenképpen fontos. Nyilván, mivel 70% a kárpátai magyarságnak falun él, falun a megélhetési lehetőségek korlátozottak, nyilván a mezőgazdaságból lehet legjobban. A mezőgazdaság számunkra, ami olyan pálya, amin itten lehet profitálni és jövedelmező gazdaságot beindítani, az intenzív mezőgazdaság és a feldolgozóipar. Na, az intenzív mezőgazdaság az megvan, de ezt még tovább kell fejleszteni, viszont a feldolgozásban nagyon nagy a lemaradás, szintén is feldolgozó cégek, vállalatok, ezeknek a képítése kell, hogy meglegyen, hiszen hogyha van piac, a termelés is jobban beindul, mert van hová értékesíteni a termékeket, és ez a piac azzal, hogy a feldolgozóipar itt megjelenik, jelentősen erősödni és beüglni fog, úgyhogy ezen a vonalon lehet tovább indulni. Kárpátalja fejlesztésének stratégiában egyértelműen prioritást élvez a turizmus. Az egész megye számára a földrajzi fekvése, az adottságai miatt is a vidék egyértelműen erre alkalmas. Gyönyörű szép vidék, vendégszeretet szerető emberekkel, minden adottsággal. Olyan helyzetbe is kerültünk, hogy mivel a Krím átmenetileg Ukrajnához nem tartozik, a belső turizmus jelentősen megnövekedett az elmúlt 3 évben 4-szeresére. Mi azt szeretnénk, hogyha a külföldről is jönnek egyre többen, ehhez persze kell, hogy az országon biztonság legyen, és határátkelés körülményei javuljanak, illetve az útinfrastruktúra is komoly minőségi javulásban vegyen részt. Ezen dolgozunk, ebben reménykedünk, és mindenképpen a turizmus egy olyan ágazat, ahol óriási lehetőségek vannak majd, mind a falu turizmusban, mind pedig a mindenféle más turizmusban. Azoknak, akik ebbe belevágnak és próbálkoznak, hiszen úgy gondoljuk, hogy egyre több turista fogja látogatni vidékünket, és ebből nagyon jó meg lehet élni, akik ezt jól csinálják. Komoly szerepet vállal a magyar identitásunk megőrzésében, és felsorakoztatjuk termékeinket, szolgáltatásainkat, melyeknek magyar jellege vitathatatlan, és mindez megfelel a KMV-s szabályának és rendeltetésének. A Kárpátai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Turul Expo is egy sikertörténet, hiszen a Vállalkozó Szövetségnek egyre többen szeretnének a tagjai lenni, a Turul Expo-n pedig évről évre egyre több vállalkozó gazda szeretne megjelenni, a sátrak száma évről évre növekszik. Miben látja a sikerét akár a Vállalkozó Szövetségnek, akár a Turul Expo-nak Virág László, a KMVS elnöke? Miben látom a szövetség sikerét? Abban kérem szépen, hogy igyekszünk azt cselekedni, amit az emberek elvárnak tőlünk, és hát minden lépésünket arra használjuk fel, hogy nekik legyen jó. Hát egyértelmű, mert most a mai napra 2280 tagunk van, ami hát egy év alatt megduplázódott például, és hát érthető, hogy miért, mert amit tudunk juttatni nekik, azt odaadjuk, oda juttatjuk, ahova kell, és akkor az emberek mégiscsak felfigyelnek rá, hogy hoppá, itt van egy szervezet, amelyik tud valamit.
segít rajtunk, hát akkor természetesen, hogy oda fogunk állni. A Turul Expo mennyire egy központi fórum, egy központi találkozó helye a kárpátaljai magyarságnak? Ezen kívül vannak hasonló rendezvények, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy ez a nagy szám az évben, amikor összegyűlhetnek a kárpátaljai magyar vállalkozók és gazdák? Turul Expo már kinőtte magát a legnagyobb gazdasági rendezvényé. Egyértelműen kijelenthetjük, mert bármennyire is keresném, én nem találok egy hasonló rendezvényt, amelyik gazdaságilag így ilyen jól kibontakoztatja a részvevőket. Tehát akik eljönnek, azok be tudják mutatni a termékeiket, meg tudják mutatni a szolgáltatásaikat, és mindenképpen hasznos dolog. Vállalkozói csúcs találkozót szerveztek munkaerő megtartás témakörben itt a Turul Expo keretében Tisza Péter falván. Mik a tapasztalatok jelenleg Kárpátalján? Mennyire jelentős, mennyire erős a munkaerő elvándorlás? Ugye ez egy állandóan folyamatosan jelenlévő negatív jelenség, de jelenleg mennyire erős a munkaerő elvándorlás Kárpátaljáról? Ugye, ahogy az emberi életben mindig a saját sebeink fájnak a legjobban, így mi kárpátaljaiak is mindig úgy gondolkodunk róla, hogy ez egy olyan sajátos probléma, ami egy áthidalhatatlan kérdés. Holott ez egy igazából közép-kelet-európai megfejlődő társadalmakban egy tipikus probléma, hogy az agyelszívás olyan értelemben egy káros nekünk, hogy akik értékesek, mint a tanulmányaikat egy sikeres egyetemen befejezték, azok valószínűleg mennek oda tanulni és oda dolgozni, ahol sikeresebb fizetésekben és karrierben kecsegtetik őket. De ami ehhez képest egy többletként bejött az utóbbi években, hogy nem feltétlenül a karrier szakmák, hanem a mindennapi szakmunkások terén is kihívás ma alkalmazottat találni. Tehát egy heggesztő, egy asztalos, egy bármilyen alapvető munkakörben is tapasztaljuk az elvándorlást. Ugye ezt a fórumot, mint ahogy minden Turul Expón egy a vállalkozókat érintő fontosabb kérdést beszélünk meg. Idén azért is hoztuk ezt témának, mert ezzel egyrészt nem foglalkoztunk, még ez idáig, másrészt pedig, ahogy a felvezetőben is elhangzott, aktuális kérdés. Az aktualitását pedig itt Bocskai István marketing szakértővel együtt úgy próbáltuk megfogni a felvezetőn, amikor az itt lévő vállalkozók, gazdaszervezetek, vállalkozói szervezetek, kormányzati képviselők, alelnök, parlament alelnökértől kezdve egy mezőgazdasági vállalkozóig nagyon széles spektrumban ültek itt bent. De mégis azt próbáltuk alapüzenetként elmondani, hogy ez egy kihívás a régiónak megtartani a munkavállalót, és kihívás egyben a vállalkozónak is. És ezekre a kihívásokra ki milyen pozitív példával tud szolgálni. Volt olyan vállalkozó, aki elmondta a beszélgetés folyamán, hogy 10 alkalmazotta van, de az igazából él-hal a munkáért. Tehát lelkesen tudja csinálni, mert szereti a munkáját. Ilyenkor könnyebb. Ugye amikor egy több 10 vagy 80-100 fős vállalkozás ott már kihívásokkal teli, például egy szállodaiparban, mivel ugye ott már ez a fajta motiváció lehet, hogy nincs olyan nagy, és akkor kérdés az, hogy a béren kívül milyen motivációk vannak, ugyanis azt a fő kérdést tettük fel, hogy a munkaerő megtartásnak egyik nagyon fontos kérdése, hogy tud-e a vállalat annyi jövedelmet termelni, amiből kifizethető az a magas bér, ami versenyképes lehet egy nyugat-európai bérrel. És a válasz erre az, hogy most Kárpátalján több dolog miatt nem tudunk ekkora bért fizetni. Ezért meg kell fogni azokat a béren kívüli egyéb fontos tényezőket, mint az a csapatszellem, mint az a esetleges prémiumoknak a rendszere, az, hogy
társa talál egymásban az alkalmazott és az alkalmazó, tehát a vállalkozó, meg akár a csapatban lévő többi munkatársak is. Tehát itt fontosak az anyagi kérdések és a nem anyagiak, ez volt igazából a fő üzenete a mai csúcs találkozónak, a munkaerő megtartás témájában.